A főváros vérkeringésének fontos tényezője a tömegközlekedés. A budapesti közlekedési vállalat járművei mintegy 4,5 millió utast szállítanak naponta. A szállítási teljesítmények egyharmadát az autóbusz ágazat szolgáltatja. A járműpark egyre nagyobb hányada áll az Icarus 200-as autóbusz családtagjaiból. A modern járművek biztonságos és zavartalan üzeméhez korszerű karbantartás, műszeres diagnosztikai ellenőrzés szükséges. Futómű vizsgálata a kerekek ellenőrzésével kezdődik. A gumiabroncsok profilmélysége nem csak a közlekedés biztonság, hanem a további mérések hitelessége szempontjából is lényeges. Az ilyen kopott abroncsot feltétlenül le kell cserélni. A mérések előtt a gumiabroncsok nyomását is az előírt értékre kell beállítani. Ugyancsak az előkészítéshez tartozik még a légrúgók szint ellenőrzése és beszabályozása. A csúszólapos első futómű vizsgáló műszer a kerékdőlés és összetartás eredőjét méri. Segítségével kiszűrhetők a gumikopást előidéző durva hibák. Az optikai futóművizsgálat a vizsgáló aknán végezhető el. A híd megemelése után történik az optikai fénysugárvetítő felszerelése a kerekekre. A vetítő bekapcsolása és a kerék megforgatása után megfigyelhető a skálára vetített fénysugár mozgása. A szabályzó csavarok állításával párhuzamosítható a fénysugár a kerék síkjával úgy, hogy a kerék elfordítása közben a fénysugár minél kisebb mozgást végezzen. A kerék összetartás mérés mérőrudak segítségével történik, melyeket a megadott bázis távolságra kell a futómű elé és mögé elhelyezni, ezek után pedig a baloldali vetítő segítségével kell alaphelyzetbe állítani. A jármű túloldalán a fénysugarat a mérőrúd skálájára irányítva leolvasható a hátsó, majd az első skálán jelzett érték. A kerék összetartást a két skálán leolvasott érték különbsége adja. A kerékdőlés mérésénél a vetítőernyőn a fénysugarat a kerék síkjában elmozdítva a dőlés szögértéke az alsó skálán olvasható le. A csapdőlés mérésekhez forgózsámolyt helyezünk a kerék alá. Az utánfutási szög mérésekor a kerék elforgatása közben a csapszegre merőleges síkban mozgó fénysugár mutatja a vetítőernyőn az utánfutási szög értékét. A futóművek oldalirányú és merőleges beállításának ellenőrzését futómű cserénél, illetve teljes diagnosztikánál az ismertetett vizsgálatok előtt kell elvégezni. Régebben kizárólag a fék próba szolgált a fék állapotának ellenőrzésére, és zömmel csak az ilyen szembetűnő megcsúszási vagy elhúzási hibák kerültek feltárásra, melyeknek oka például egy rosszul beállított holtjáték lehetett. A korszerű járművek bonyolult fékrendszere csak próbapadon ellenőrizhető a megfelelő pontossággal.
A fékvizsgálatot a fékdob üzemi hőfokmérése előzi meg. A fékvizsgáló próbapad műszerén leolvasható a fékerő. A pontos kiértékelést diagramíró szerkezet is segíti, melynek vízszintes elmozdulását a vizsgálandó fékhez bekötött légcsatlakozó vezérli. A hajtás bekapcsolásakor a görgők forgatni kezdik a jármű kerekeit, a műszer pedig a fékezetlen kerék surlódási veszteségeit jelzi. Lassan lenyomva a fékpedált, a manométerek jelzik a kivezérelt féknyomást, a műszer mutatói pedig a pillanatnyi féknyomáshoz tartozó fékerőket. A mérés során a diagramíró szerkezet vízszintes elmozdulása arányos a kivezérelt féknyomással, a függőleges elmozdulása pedig a fékerővel. Az elkészült diagrampár részletes elemzést tesz lehetővé, és a kapott értékeket az előírtakkal is össze kell hasonlítani. Az első fékvizsgálata után a hátsó híd fékmérése következik. Ennek mérési eredményeit a diagramíró szintén rögzíti. A fék és a futómű megbízható működésén kívül a jó kormány is elengedhetetlen feltétele a biztonságos közlekedésnek. A vizsgálatokat a holtjáték mérésére szolgáló készülék felszerelésével kezdjük. Jobbra, majd balra elmozdítva a kormányt 1,5 kiló kerületi erővel, a szögskálán leolvasott holtjátékot egyeztetjük a diagnosztikai lapon előírtakkal. Manométert kötve a szervórendszerbe, járómotorral is elvégezzük az ellenőrzést, óvatosan mozdítva a kormányt jobbra, majd balra, úgy, hogy a manométeren a nyomás csak 1 atmoszférát növekedjen, az előzőleg mért holtjátéknál most jóval kisebbet kell észlelnünk. A szervószivattyú és nyomás határoló működésének ellenőrzésekor a csappal lezárt rendszerben a nyomásnak 60 és 70 atmoszféra között kell lennie. A csap nyitásával, majd a kormány elforgatásával működési próbát végzünk. És ellenőrizzük a hidraulikus véghatárolást, melynek a mechanikus határoló csavar ütközése előtt kellene működésbe lépnie. Jelen esetben ez nem megfelelő. A beállítás a hidraulikus véghatároló csavarnál helyesbíthető. Természetesen a túl korai lehatárolás sem megfelelő. A mérések adatait a diagnosztikai lapon rögzítjük, melyen az egyes mérések előírt értékei szerepelnek. S csak ha minden mérési eredményünk megfelel az előírtaknak, bocsáthatjuk a járművet forgalomba. Forgalmi és műszaki dolgozók jól összehangolt munkája biztosíthatja 2 milliós fővárosunk mindennapi zavartalan és biztonságos utasforgalmát.